Honda Civic, 11. generáció. Ki az, aki nem szereti a Honda Civic-et? Tegye fel a kezét, nincs olyan. Mert mindenki szereti a Honda Civic-et. Kezdjük rögtön a legerősebb dologgal. Sok erős dolog lesz ebben a mai kis videóban, amely egy villámgyors körbejárás csak. Az ár. 11 millió, várj, de leírtam valahova. 11 millió 649-től indul. A sportváltozat, ez melyik? Ez az Advance, ez a legmagasabb, ez 13,3, a sport pedig 12 millió forint. Miért fontos ez? Abban a világban, ahol egy dízel kéziváltós Focus kombi 11 millió forint flottás áron, ez egy jó ajánlat lehet. Tehát rögtön fölé van figyelmét mindenkinek, aki abban gondolkozik, hogy esetleg cégautó. Ami egy Hondánál viszonylag ritka. 11. generáció. Mi változott? Hát elég sok minden. Ránézésre annyira sok minden nem, pedig ránézés alapján is bizonyos karakterformák változhatnak, aki ismeri az előzőt, az biztos ezzel a formával, vagy ezzel az arcszerkezettel már találkozott. Ami változott? Hátrébb került az A-oszlop, egy kicsit hosszabb lett az eleje, most már alumíniumból van a gépháztető, és a hondások többször elmondták, ezért én is elmondom a kupé szót, ez valószínűleg a kiképzésükben benne volt, a kupés tetőív, a kupés sportos vonalak, hát íme, így néz ki a kupés tetőív és sportos vonalak. Hátul műanyagból van az ötödik ajtó, nagyobb tengelytávolság, az egész autó hosszában is nőtt, a tengelytávolság 35 mm, a teljes az 31 mm-rel nagyobb, egy kicsit laposabb. Tényleg ez egy modern, túlzásoktól mentes, menő, japán forma, egyenesre húzott fényárnyékvonal, a kilincsek azonosak, ezt is elmondták a hondások, és a Honda bemutatók azok nagyon ilyen alapos részletességgel történnek, ellentétben sok más gyártóval. Például azt is elmondják, hogy a kilincsek is egy vonalban vannak, hogy a zaj kevésbé merüljön föl, miközben az autó megy. De ez mind semmi ahhoz képest, ami a valódi, az igazán valódi nagy különlegesség, az itt elő van. Még nem is nyitottuk ki, úgyhogy én most megpróbálom ezt kinyitni, és elmondom nektek, hogy hál' Istennek, mondhatjuk szerintem, hogy hál' Istennek, a Honda letért arról az útról, amin járt. Egy literes turbó benzinmotor, egy ötös turbó benzinmotor, és még valamikor a dízel. Ezeket így paf, kikukázta, és a helyére, hát mi került a helyére 2022-ben, minek kell kerülni? A hibrid hajtásnak. Igen, ez egy olyan autó, amelynek egyetlen egy hajtáslánca van csak, ott a pálca. Vini, kiteszed? Egy hajtáslánca van csak, amelynek az alapját egy Atkinson ciklusú 2 literes szívómotor adja, egy benzines szívómotor, amelyhez egy 1,05 kWh kapacitású akkumulátor társul, és egy 184 lóerős elektromos gépen keresztül hajtja meg az első kerekeket. Ennek 315 Nm a legnagyobb nyomatéka, ami rendelkezésre áll. Szóval 184 lóerő, 315 Nm, 7,8 másodperces 0-100. Gyakorlatilag ugye azt mondja a Honda, hogy minden korábbi motorjuk összes erényét becsomagolták egybe, úgy fogyaszt, mint az 1 literes, jobban megy, mint az 1.5-ös, nyomatékosabb, mint bármi, gyorsabb is, jobban gyorsul, mint az 1.5-ös. Szóval azért a marketing is dolgozott rendesen. Belül mi változott? Oda bent, hát ugye azt a középső műszeregységet már ismerhetjük korábban a HRV-ről, egyébként nekem azzal semmi bajom nincsen. A HRV-nél szanaszét dicsértem azokat a fizikai kapcsolókat, forgókapcsolókat, amelyek itt a klímát szabályozzák. Ott, ha megreszekteti majd a fiatalember. Igen, most azért nem halljátok, mert rajta van a mikrofon, de mindettől függetlenül azok nagyon szép részletek ott. Itt középen ez a mélysejt szerkezetű dolog, beülök. Itt ez a mélysejt szerkezetű dolog rejti magában a légbeömlőket, amelyeket ugye így tudsz szabályozni. Ez egy letisztult, kellemes belső tér, digitális műszeregység, a legmagasabban felszerelt változatnál 10,2 col, full digitális,
A kisebb felszereltségűeknél pedig 7 col és mellette egy analóg műszerettség. A Honda még rengeteg dolgot elmesélt nekünk arról, hogy például a CVT váltót hogyan hangolták úgy, hogy lehessen benne váltási fokozatokat érezni, hogy a gázpedálra a motor hasonlóképpen reagál, minthogyha valódi váltója lenne, de ezektől én most megkímélek titeket. A gyors összegzésről még annyi, közben még a váltó gombokat mutassuk meg, ez is már ismerős, HRV-ben is ilyen volt. Gyors összegzés kapcsán még annyit mondjunk el, hogy az első benyomások miről szólnak, miközben még hátulra üljünk, azt még nem mutattuk. Meg a 410 literes csomagtér, áj, Vini, egy csomó dologról még nem is beszéltünk. Még hátulra gyorsan behuppanok. Szóval szerintem ez az autó továbbra is minden olyan Honda fanatikusnak, aki ugye ki nem szállna egy Hondából, annak ajánlott, míg hátul azért egy kicsit ez a kupés tetőív rám zárul, tehát ennél azért láttam már nagyobb belterű hátsó autót is, de egyébként kényelmes az ülés, meg ez így oké. Okay. De én továbbra is azt mondom, hogy ezzel az árral, tehát 11 millió 6, vagy valahogy így indult, és 12 millió a sport, kapsz egy 184 lóerős, 315 Nm-es, ugye automata váltós hisz hibrid Hondát, az egy jó ajánlat, ugye Vini? Ismerve most az autóárakat. Tehát én mindenféleképpen elnéznék egy Honda szalomba ezt megnézni, és hát ugye ma ez a legmodernebb technológia, 22%-kal merevebb is, mint az elődje, olyan a merevsége, mint a Type R-é, mint az előző Type R változaté volt. És akkor még a sajtótájékoztatón hallottunk olyanokat, csak hogy hát, ha megnézi egy Hondás, örüljön neki, hogy a Honda 2050-re teljes karbonsemlegességet hirdetett, azt hiszem 2040-re kidobnak minden olyan autót, amelyet belső égésű motorral hajtanak, és a világot is meg fogják váltani. Jövőre 3 új modelljük érkezik, ebből egy teljesen elektromos, egy hibrid, és érkezik az új CRV, hibrid és plug-in hibrid változatban is. Mi pedig most búcsúzunk, mert az autót vissza kell vigyük. Legközelebb, hogyha sajtótájékoztatót szervez valaki, nekik üzenjük, hagyjon több időt, és akkor kicsit részletesebb bemutatót is tudunk csinálni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Hopp, és be is indult az Atkinson ciklusú 41%-os termikus hatásfokú Honda motor. Hibrid. Azt még nem mondtam el. Bele tud hajtani direktben a hajtásban autópálya tempónál. Szóval nem csak az elektromos motor hajt mindig, hanem ez bele tud hajtani. Szevasztok, aloha!